A Star Wars univerzumának egyik legrettegettebb birodalmi tisztje nem egy hétköznapi figura volt, és nagyon sokáig csak a Star Wars könyvek, képregények, videójátékok szerelmesei tudták, hogy az uralkodó bukása után egy új fenyegetés jelenik meg a galaxisban, trón főadmirális személyében. 1989-ben született döntés a LucasArts részéről, hogy olyan könyveket, regényeket is megjelentetnek, amik bővítik és folytatják az eredeti filmtrilógia eseményeit. Timothy Zahnt kérték fel arra, hogy írjon olyan történeteket, amik évekkel játszódnak a Jedi visszatér után. Annyi kikötés volt mindössze, hogy filmekben meghalt szereplőket nem hozhat vissza a cselekménybe, és csak a Jedi visszatér utáni évekről szólhat. Ez végül egy trilógiába torkollott, aminek az első része 1991-ben jelent meg a Birodalom örökösei címmel, aminek kulcsfontosságú szereplője lett Luke Skywalker kedvesén felül, trón főadmirális. A második rész 1992-ben a Sötét erők ébredése, majd a befejezés 1993-ban az Utolsó parancs címmel jelent meg. Ezt a trilógiát nevezik a Birodalom örökösei, de közismertebb nevén trón trilógiának. A könyvek sikerének tudható be, hogy a kibővített univerzum, vagyis a Star Wars legendák ikonikus szereplője lett trón főadmirális. A Disney miután felvásárolta a Star Wars franchise-t, az újonnan megjelent Lázadók sorozatnak és a később róla megjelent könyveknek, képregényeknek köszönhetően a Disney által elfogadott Star Wars kánonnak a részét kezdte képezni. Most ebben a videóban viszont a legendák alapján ismerhetitek meg az ő történetét. Tartsatok velem, és nagyon figyeljetek! Trón a Chiss fajba tartozik. Ők olyan humanoid lények, akiknek jellegzetes kék bőrük és vörös szemük van. A teljes születési neve Mitrón Urodó volt, és a Chiss szűrben található Scylla bolygón született a Galaktikus Köztársaság hanyatló időszakában. A könnyebb megszólítás érdekében gyakran csak a nevének a magját, vagyis annak közepén levő hangsúlyos elemét használta. A 8 uralkodó család egyikének örökbefogadottja lett azzal, hogy katonatiszt vált belőle, míg testvére csak közember volt. A kiterjesztett védelmi erőknél kezdett szolgálni, fiatalon elnyerte a Chiss hadseregben használatos haderőparancsnok beosztást, és az uralkodó család fogadott örökös tagjává válva, a terjeszkedő flotta élén bejárta az ismeretlen régiókat, így rengeteg új nyelvet megtanult. Számos feladatban oroszlán részt vállalt, ráadásul ő lett az első Chiss a galaxis történelmében, aki kapcsolatot létesített egy emberrel. Ő egy csempész volt, akit George Cardassnak hívtak. A vele való találkozás ösztönözte arra, hogy megtanulja a közös nyelvet. Katonai szolgálata egy hihetetlen fordulóponthoz érkezett 5 évvel a klónok háborúja előtt. Kapcsolatba lépett egy kereskedelmi szövetségi flottával, aminek a vezetője Kinman Doriana volt, akinek Darth Sidious megbízásából egy Outbound Flight nevű hajót és annak kísérő hajóit kellett likvidálnia, aminek feladata az ismeretlen régiók felfedezése volt, és ezt a hajót Jedi mesterek védték. Kinman szavaiból Trón úgy sejtette, hogy a Jedik fenyegetést látnának a Chiss birodalom felfedezésével, és nem akartak még egy ellenséget, akikkel már elég ideje háborúztak a Chisszek. Trón ezért csak a küldetés minden részletéért cserébe volt hajlandó segíteni a szeparatistáknak. Így tudta meg Kinmanről, hogy Palpatine főkancellár tanácsosa a köztársaságon belül, aki valójában Darth Sidious, a Sith sötét nagyura. A felfedező hajót azért akarta Palpatine megsemmisítetni, mert birtokában volt egy információ, miszerint az ismeretlen régióban egy kívülálló faj él, ami hatalmas birodalmi fenyegetést jelent a galaxis ismert részei számára. Trón így tudta meg azt a forgatókönyvet, miszerint Sidious nagyúr az invázióra készülő Yuuzhan Vongok ide csalogatását akarja ezzel megakadályozni, és mellette erős birodalmat kovácsolni, hogy fel tudjanak készülni egy lehetséges összecsapásra. A történetet hologramon keresztül Palpatine is megerősítette Trón számára, így innentől nem volt kérdés, hogy likvidálja a hajót. Ugyanis tudta, hogy egy Chiss admirális már harcolt a Yuuzhan Vongokkal, és ezt a pusztítást tényleg el kell kerülni. Trón felkészülten felvette a kapcsolatot az Outbound Flight-tal, és eleinte békés úton igyekezte rávenni a rajtartózkodó Jediket, hogy mi hamarabb forduljanak vissza. Az expedíció vezetője viszont, Jorus Subao Jedi mester még annak ellenére sem akart visszafordulni, hogy megtudta a Chiss-től Darth Sidious létezését, a Sith-ek jelenlétét és a Chiss birodalom létét az ismeretlen régió peremén. Ez váratlan harcot eredményezett, Subaut átlépett egy határt és kivetítőn figyelve Trónt az erővel folytogatni is próbálta. Trón kis hián meghalt, ennek ellenére a küldetést sikeresen végrehajtotta, a felfedező hajó megsemmisült.
Rövidesen eltávolították őt a Cheese Birodalom hadseregéből, amiért túlzottan agresszív taktikát alkalmaz, és veszélyezteti vele honfitársai biztonságát, ráadásul mindenféle engedély nélkül, a saját elhatározásából támadt meg idegen népeket. Ezért száműzték a Cheese Birodalomból. Erre az időre jöhetett létre az első galaktikus birodalom, és egy birodalmi csoport éppen kapóra jött neki ahhoz, hogy az eszközeiket felhasználva elhagyja a bolygót, ahova száműzték, és visszatérjen szülőhazájába, azonban elfogták őt. Egy Vos Park nevű birodalmi fogta őt el és kísérte személyesen a Coruscantra, hogy bemutassa az uralkodónak az ismeretlen fajú trónt. Palpatine természetesen felismerte őt és más idegen fajú katonákkal ellentétben felajánlotta neki, hogy a birodalom hadseregében kamatoztathatja elvetemült taktikai képességeit. A kiképzését követően hihetetlen tempóban ment felfelé a ranglétrán, így lett ő az első idegen fajú tiszta birodalmi flottában. A munkáját viszont elsősorban nem a birodalom belső ellenségeinek levadászásával töltötte ki, hanem maga köré igyekezett gyűjteni hasonlóan alábecsült, bizonyítani akaró újoncokat, mint amilyen ő maga volt korábban, és minden energiáját arra összpontosította, hogy az ismeretlen régió és a vad űr környékét feltérképezetté és ellenőrzötté tegye a galaktikus birodalom számára, és megakadályozzák a Yuuzhan Vongok támadását. Századosként a Vengeance nevű csillagromboló parancsnoka lett, ami egy Jerek nevű birodalmi inkvizitor alá tartozott. Palpatine kifejezetten azért trónt akarta oda, hogy felügyelni tudja a sötét Jedi minden tevékenységét. Az erőérzékeny Morgan Katarn üldözésekor súlyos vereséget szenvedtek, de Jerek megölte az idős Jedit. Az első halálcsillag pusztulása után az uralkodó megbízta trónt, hogy derítse ki, hogy merre van a lázadók új bázisa, és tudja meg, hogy ki volt a lázadók pilótája, aki megsemmisítette a birodalmi csodafegyvert. Ő volt ráadásul az, aki az uralkodónak javasolta, hogy a második halálcsillagot az Endor mellett kell megépíteni. Darth Vader azért, hogy biztosítsa a lázadók új bázisának felfedezését és annak likvidálását, trónra bízta a Kimera nevű csillagromboló parancsnokságát. Ő volt az, aki felismerte az 501-es légió dezertőreinek a lojalitását és a birodalom minden népe iránti elköteleződését. A dezertőr csapatot az ítélet kezének hívták, ám Trón beszervezte őket magához és ők lettek innentől a kéz birodalmának tagjai. Ennek az árnyékszerveződésnek lett az a lényege, hogy Trón a birodalmon belül akart olyan elkötelezett birodalmiakat, szövetségeseket találni, akikkel az ismeretlen régióból érkező fenyegetésekkel szemben bármikor képesek egységesen fellépni. A dezertőrök katonai csapatát titokban 501-es légiónak nevezte el, a klónok háborúja során szép lassan feloszlott klónegység után. Trón ez idő alatt a Vengeance fedélzetén dolgozott, alig hogy mentőakciót hajtott végre a Naboon, a Yavinni csata után alig egy évvel megkapta a főadmirális rendfokozatot. Az ünnepségre szűk körben került sor a Coruscanton, és igyekezték titokban tartani, hogy ezúttal nem ember kapta ezt a megtiszteltetést. Természetesen elég ködösek az információk ezzel kapcsolatban, ugyanis Palpatine például azzal érvelt, hogy hivatalosan csak 12 főadmirális lehet a birodalom élén, Trón ezzel pedig titokban a 13., akinek a feladatai nem publikusak, így nyilvánosság előtt csak admirális helyettes lehet. Annyi bizonyos, hogy a birodalmi adatbázisban nem szerepelt Trón neve a főadmirálisok között ebben az időszakban. Emiatt és a származása miatt is rendszeresen konfliktusa adódott tisztársaival. A második halálcsillag építése során visszatért az ismeretlen régió határához, és megkezdte az eddigi ismeretlen rendszerek meghódítását, kolonizálását és bázisainak kiépítését. A célja elérése érdekében megkapta az Admonitor nevű csillagrombolót a harcához, majd a Yavinni csata után 2 évvel visszahívták a külső gyűrűről, hogy Vader megbízásából elvállaljon egy kényes feladatot. A visszatérését egy coruscanti ünnepségnek álcázták, amin már a nyilvánosság előtt ünnepelték és ténylegesen főadmirálisnak nevezték őt, az Executor nevű szupercsillagromboló ünnepélyes felavatásán, és Palpatine meghívására tagja lett a döntéskörének, aminek eddig csak emberek lehettek a tagjai. Vader megbízásából a Fekete Nap nevű bűnszervezet ellen kellett harcolnia, és a célja elérése érdekében a Mandalori Jodokasznak is beöltözött, majd a Nogri faj behódoltatása után beszervezte tőlük Rukkot, aki innentől trón testőre lett. A főadmirális kemény feladatul kapta, hogy lázadókat és birodalmi dezertőr tiszteket vadásszon le, illetve olyan személyeket, akik Palpatine császár trónjára kívántak ülni. Az Endori csata idejére visszatért az ismeretlen régiókba, az uralkodó és Darth Vader is életét vesztette a második halálcsillagon. A birodalom élén levő főtisztek mind arra pályáztak, hogyan is lehetnének örökösei Palpatine-nak. Az új köztársasággal ebben a káoszban már nem tudtak versenybe szállni,
és ez az űrzavar egy óriási előny volt Thrawn számára. A Yavinni csata után 4 évvel Thrawn félreállította Zarint a 12 főadmirális közül, és a helyébe lépett, majd visszatért az ismeretlen régió határára, a Nirauan bolygóra, ami a korábban megalakított ánybirodalmának központja volt. Ez volt Thrawn keze, és a birodalom, amit irányított, a kéz birodalma volt. Erre az időre 250 szektort felügyelt már. Szép fokozatosan felvette a kapcsolatot olyan birodalmiakkal, akikről úgy tudta, biztosan hűségesek lesznek hozzá, és elkezdte az egykori galaktikus birodalom levált sejtjeit beolvasztani a kézbe. Az új köztársasággal is kapcsolatot teremtett abból a diplomáciai célból csupán, hogy üres társalgások közepette szerezzen információt a következő ellenségről. A Yavinni csata után 8 évvel, miután a külső gyűrűt ért külső támadások alább hagytak, és szinte a legtöbb főtisztet megölette, akik vele rivalizáltak, Thrawn megkezdte a teljes flottájával a támadást az új köztársaság ellen, akinek meggyőződése volt, hogy a Yuuzhan Vong inváziót csak egy erős birodalom tudja megállítani, és ahhoz a gyenge új köztársaságot le kell verni. A kiméra fedélzetére szállva Gideon Peleon tette meg jobb kezének. Thrawn lett innentől a legfőbb parancsnok, és a birodalmának zászlós hajója a kiméra lett. Thrawn tudta, hogy ezúttal erőhasználók ellen is fel kell készülnie, így szövetséget kötött számára hasznos idegenfajokkal is, mint például az Izalamirikkel, akik az erőt képesek voltak semlegesíteni. Egyet ezért mindig magánál tartott. Beszervezte maga mellé Jorus Sobaot, az egykori Jedi ellenfelek lónját, aki sötét Jediként szolgálta őt. A birodalom korábbi vezetőivel ellentétben nem büntette a kudarcot, ugyanakkor azt a döntést nehezményezte, ha valaki a lehető legrosszabb megoldást választja egy nehéz helyzetben, halállal büntette a parancs megtagadást és azt, ha valaki megszegte a hűségét. Az eredményeket mindig nagyvonalúan jutalmazta. Szokatlan volt tőle ugyanakkor, hogy bárkinek hajlandó volt meghallgatni a véleményét, és amikor annak realitását érezte, akkor visszavonult átfontolni azt a döntést, amit később vezetőként meg kellett hoznia. Zsenialitása miatt egy legyőzhetetlen ellenség volt az új köztársaságiak szemében. Az új köztársaság elleni hadjáratai javarészt abból álltak, hogy Thrawn lerohanta a célpontot egységeivel, majd visszavonult. A taktikája alapját az élet fontossága jelentette. Minél kisebb veszteséggel tudnak csapást mérni, a győzelem annál nagyobbnak számít. A legfőbb parancsnok szemében ugyanis a visszavonulás egy hasznos taktikai elem volt, ami nem volt azonosítható a gyávasággal, és a sors iróniája, hogy ezt a taktikát alkalmazták korábban a lázadók a birodalom ellen, így az új köztársaságiak számára meglepő lépés volt, hogy egy korábbi harcmodorukat alkalmazták ellenük, amit nem tudtak kivédeni. Thrawn sikerének kulcsa abban rejlett, hogy minden ellenfelének a szokását, kultúráját és történelmét tanulmányozta, hogy ismerje és tudja, mit fognak ellene lépni, ha hoz egy döntést. Tetteit a logika határozta meg, mélységesen elfojtotta magában az egót és az érzelmeket. Thrawn vesztét végül a Bilbringi csata jelentette. A harc közben a saját testőre, Rook végzett vele, miután megtudta, hogy a népét Thrawn titokban megmérgezte. Halálával a birodalom teljesen széthullott, és a remény, hogy egy közelgő inváziótól megmeneküljön a galaxis, szerte foszlott. A Yavinni csata után 19 évvel Luke Skywalker és a felesége Mara Jade fedezte fel a Thrawn keze épületében, egy klónozó tartályban, Thrawn kifejlett klónját, amit a támadó droidok elleni védekezés közepette, megsemmisítettek. Nektek ki a kedvenc szereplőtök a Star Wars legendák világából? Válaszaitokat hozzászólásban várom. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minket minden közösségi oldalunkon, és ha szeretnél minket támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve a szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk, sziasztok!